gratulálok a győzelemhez, hogyan értékelnéd a mérkőzést? Köszönjük szépen. Azzal kezdeném, hogy elképesztően büszke vagyok a csapatra. Egy nagyon-nagyon hosszú és rossz sorozatot sikerült végre megszakítanunk. Azt gondolom, hogy nagyon jól játszottunk, rengeteg helyzetünk volt, óriási zicserek. Debrecennek pedig nem nagyon volt, azt gondolom, lehetősége a gólszerzésre, úgyhogy tényleg amit a Fernando kért tőlünk, azt mindenki maradéktalanul végrehajtotta, és ezért lett győzelem ennek a vége. Hát szerintem igazából egy kiki meccs volt, de úgy éreztem, hogy a Debrecen nem tudott kialakítani veszélyes helyzeteket nálunk. Nyilván ők is nyomtak, mi is nyomtunk, de szerintem a nagyobb helyzetek azok nálunk voltak, ugye mentünk kétszer és zicserbe, szereztünk egy gólt. Szerencsére most a szerencse mellénk állt, és hát tudtunk nyerni 1-0. Zéro teljesítmény, negatív rekord, ilyen és ehhez hasonló molinokkal jelentek meg a szurkolók a stadionba. Mit gondolsz, elégtétel ez a győzelem? Nem akarunk mi elégtételt venni, mi szeretnénk boldoggá tenni a szurkolóinkat, és reméljük, hogy győzelmekkel majd sikerül, és megtettük az első lépést. Hát természetesen azért a szurkolók is ugye csalódottak voltak, ugyanúgy, ahogy mi is az eddigi szereplés miatt. Úgyhogy valamilyen szinten érthető volt a reakciójuk, de most nagyon sajnáltuk, hogy ugye nem voltak olyan sokan a mérkőzésen, de remélem, hogy ez a győzelem, ez nekik is hitet fog adni arra, hogy van, sok van ebben a csapatban, és hogy minél ki tudjuk harcolni majd az elsődleges célunkat, a bennmaradást. Ez két hét szünet jön, aztán megjön az MTK. Hát igen, nyilván ott is szeretnénk nyerni, fel fogunk készülni belőlük, mint ahogy mindig felkészülünk, és remélem, hogy ez egy lökést tud adni a csapatnak, hogy most nyertünk, és MTK-t is el tudjuk verni. Van ez a két hét, így most azért jobban fog telni, ugye az eddigi válogatott szünetekbe úgy mentünk bele, hogy vereséggel, úgy azért nem volt olyan jó a hangulat, most azért azt gondolom valamivel jobb lesz, és gőzerővel készülünk az MTK ellen, ugyanúgy hazai pályán itt szeretnénk tartani a 3 pontot.